A vásárhelyi utat láthatjuk kedd délután. A Rótpol nemzetközi közúti ellenőrzés keretében ezúttal a közlekedők sebességét ellenőrzik a rendőrök április 15-e és 21-e között, többek között ezen az útszakaszon is. Baleseti helyzetértékelésnél, amit mi folyamatosan értékeljük a személyisérüléses közötti közlekedési baleseteket, abban az látható, hogy a menet közbeni szabálysértések, így a sebességtúlépés, az elsőbbség megnemadás és a kanyarodási szabályok megszegése okozza a balesetek 80%-át. Az orvosházi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának baleset megelőzési előadója hozzátette, hogy a Rótpol ellenőrzések célja minden esetben, így most is csökkenteni a személyi sérülése járó közlekedési balesetek kockázatát. A sebességet Trafipax készülékkel mérik a napokban, a rendőrök pedig az adott helyszínen meg is állítják azokat a járműveket, melyek vezetői a jogszabályban megengedett sebességet túllépik, így lakott területen belül az 50 km/h, lakott területen kívül pedig a 90 km/h. A túllépés helyszíni bírsággal is közigazgatási bírsággal is sújtható, az előbbi 6500 forinttól 65000 forintig terjed, a helyszínen szabhatja ki a rendőr és a helyszínen adhat ki csekket, amit 30 napon belül kell befizetni. A közigazgatási bírság pedig 39000 forinttól 390000 forintig terjedhet, amihez büntetőpontot is szabhatnak ki a sebességhatárt átlépőkre a rendőrök. Érdemes tehát továbbra is körültekintően a szabályokat és a sebességhatárt betartva vezetni.